50-szeres véradók, több mint 5500-an adtak vért az idén Miskolcon. Gyerekek ismerkedtek a 112-vel, nyílt napot tartott a Miskolci Hívásfogadó Központ. A negyedik elődöntőben a miskolciak a Fölszállott a páva pénteki adásában állnak színpadra. November 27-én szerdán híradónkat látják, köszöntöm Önöket! 40 éves a Miskolci Akadémiai Bizottság. Miskolc polgármestere azt mondta, a város számára hatalmas érték, hogy a nagyhírű egyeteme mellett van egy nagyszerűen működő akadémiai bizottsága is. Évtizedes tudományos tevékenységükért idén ketten vettek át MAB emlékérmet. Az áltudományok elleni fellépés és az új tudományos eredmények közzététele is feladata a Miskolci Területi Bizottságnak. Ennek közvetítésére több fórum is a bizottság rendelkezésére áll. Észak-Magyarország tudományos közössége számára biztosítsa a tudományos közélet kereteit, konferenciákat, szimpóziumokat, szemináriumokat, vitaüléseket, találkozókat, tanácskozásokat rendezzen, továbbá önkéntes részvétellel tudományos klubéletet szervezzen. A BOKIK elnöke szerint elengedhetetlen az együttműködés a tudomány és a gazdaság között. A megyén gazdaságának a fejlődése, városaink jóléte, az azon múlik, hogy tudunk-e új tudást, új innovációt, új kutatásfejlesztési eredményeket a mindennapjainkban bevezetni, és ez elkerülhetetlenül összeköti a tudományt a gazdasággal. Miskolc város polgármestere arról beszélt, hogy egy város erejét az mutatja, mennyire erősek a közösségei és a közélete. A 40 évvel ezelőtt létrejött Miskolci Akadémiai Bizottság Miskolc tudományos közéletének kiemelt szereplője. A közösséghez ma már több mint 1700-an tartoznak. A város szempontjából egy hihetetlen nagy érték, hogy van egy ilyen nagy hívő egyeteme, van egy ilyen nagyszerűen működő akadémiai bizottsága. A polgármester hozzátette, a város vezetése és a politikai élet szereplői is számítanak a tudományos élet képviselőire. Kíváncsiak véleményükre, javaslataikra, amelyeket a város fejlesztése és a régió fejlődése érdekében tudnak hasznosítani. Veres Pál kiemelte, hogy jó kezdeményezésnek tartotta azt is, hogy a MAB nyitott a fiatalok felé is. Fontos számunkra az, hogy a fiatalok lássanak maguk előtt egy olyan életpálya lehetőséget, amely esetleg őket arra biztatja, vagy arról támogatja, hogy érdemes itt ebben a régióban maradni, mert ki tudják teljesíteni tudományos érdeklődésüket, ki tudják teljesíteni ambícióikat, és tehetségüket, képességeiket ebben a régióban tudják kamatoztatni megfelelő módon. Az ünnepségen átadtak két MAB emlékérmet is, Plugberger Tamás professzor emeritusnak és Gácsi Zoltán egyetemi tanárnak. Több mint 5500-an adtak vért az idén Miskolcon. Az országos átlaghoz képest a megyében magasabb a véradási kedv. A véradók napján csaknem 60 olyan hőst köszöntött a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi-Zemplén megyei szervezete, akik több mint 50 alkalommal adtak vért. Aki vért ad, az életet ad. Adj vért és ments meg három életet. Ha a szlogen szerint számolunk, akkor a megyeháza dísztermében jelenlévő véradók összesen 10.980 életet mentettek meg eddig. Az ember csak akkor ember, ha másoknak ér is, nem saját magának. Bári István 1972-ben adott először vért, most százszoros véradóként ünnepelték. Ő ma már nem adhat vért az életkora miatt, de mentőtiszt fia rendszeres véradó. Én kineveltem egy utódot magamnak, és hála Istennek ő viszi tovább, hiszen nem csak velem, hanem ott Nyíregyházán is, mert ott van a mentőtiszti szak, ott adja a vért. Az ünnepségen százszoros véradóként köszöntötték Marosi Györgyöt is, de oklevelet kaptak az 50, 60, 70, 75, 80 és 90-szeres véradók is. A vér az egy olyan szerv, egy folyékony szervünk, ami nem pótolható semmivel, tehát enélkül lehetetlen lenne az életmentés. Nagyon örülünk, hogy ilyen sok ember nyújtja még mindig önzetlenül a karját. Ha egy pár adattal is terhelhetném önöket, akkor épp összegyűjtöttem, hogy
Idáig október 31-ig ebben a megyében már több mint 15.700 véradó volt, ez Miskolcon 5.800 főt jelent. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez véradó napokat. November 27-e 1988 óta a véradók napja Magyarországon. Évente 250 ezeren adnak vért hazánkban. Mintegy 5 millió forintból aszfaltozták le a Fazekas utcai általános iskola egyik sportpályáját. A területet korábban salak borította, de már évek óta nem lehetett rajta testnevelés órát tartani. Most viszont a gyerekek újra birtokba vehették, az átadón egy foci meccsel avatták fel az új pályát. Hatalmas szurkolótábor előtt játszották az első meccset a leaszfaltozott sportpályán. A Fazekas utcai általános iskola kis focistái. A területet korábban salak borította, ezért évek óta nem használhatták a diákok. Csak akkor, amikor 400 métert futottunk, és akkor így kellett körbefutni. Csak ennyi ideig jöttünk fel. Mostantól viszont maximálisan kihasználják majd. Testnevelés órákat, napközis és szabadidős foglalkozásokat tartanak majd itt. A sportpályát egy hét alatt sikerült felújítani. Én azt gondolom, hogy ez nagy segítség lesz nekünk az elkövetkezendőkben, hiszen a mindennapos testnevelésbe is be tudjuk építeni. Nem fedett, de én azt gondolom, hogy még egy ilyen időben is, egy ilyen ködös novemberi időben is használható lesz ezekre az alkalmakra. A felújítás szülői kezdeményezésre valósulhatott meg, amit a Miskolci Tankerületi Központ is támogatott. A sportpályának a felújítása meghaladta az 5 millió forintot, és ebből bő 1 millió forinttal tudta a tankerület támogatni a beruházást. A maradék összeget pedig az iskola mellett működő szülői alapítvány adta. László István hozzátette, ez a sportpálya felújítás csak egy része a tankerület által ősz végén indított fejlesztéseknek. Több iskolában vannak felújítások, elsősorban a nyílászárókat cserélik, és a tetőszigeteléseket teszik rendbe. Nyílt napot tartott a 112, mintegy 150 gyerek érkezett a Tiszaújvárosi általános iskolából. Nem ez volt az első alkalom, hogy a hívás fogadó központot megnyitották a gyerekek előtt. A vezető szerint a pályaorientációs nap résztvevői már biztosan tudni fogják, hogy hogyan kell helyesen használni a segélyhívó vonalat. Itt azt tudjátok majd megnézni, hogy a hívásfogadó operátorok hogyan dolgoznak. Tiszaújvárosból érkeztek általános iskolások a Miskolci Hívásfogadó Központba. A pályaorientációs napon azt is megtudhatták többek között, hogy a 112 hívásfogadói két monitoron dolgoznak. Az első monitoron van az adatlapjuk, a második monitoron pedig a térképi felület. Ez utóbbin látják, hogy honnan érkezett a segélyhívás. Szituációs gyakorlat is volt, a központ munkatársai játszottak el egy segélykérést. Hatalmas nagy bajom van, azt látom, hogy a szomszédomnak az ajtaján ömlik kifelé a tűz, de hogy a füst. A füst ömlik. Igen, kifelé. Nagyon füstöl. Hogy hívják önt? A gyerekek ezt követően rögzítették az adatokat, és megkeresték a térképen a segélyhívó által megadott helyszínt. Természetesen mindez egy külön, az operátorok képzésére kialakított teremben történt. A szomszédos helyiségben élesben vették a hívásokat. Nem adom, hogy kis volt. A Miskolci 112-nél aznap több mint 50-en fogadták a hívásokat. A 112 pálya orientációs napjai mindig sikeresek. Most is mintegy 150 gyerek leshette el a kulisszatitkokat. Mivel teljesen ismeretlen terület ez mindenkinek, nagyon élvezték és nagyon érdeklődőek voltak a mi munkánkkal kapcsolatban. Hát persze a kisgyerekek, még mindenki szeretne rendőr lenni és katona, de a nagyobbaknak is tetszett, és én azt gondolom, hogy nagyon tanúságos volt. Ha másért nem azért, hogy megtanulják, hogy is működik, és hogyan kell jól használni, és helyesen használni a 112-t és a segélyhívó vonalat. Szombathelyen és Miskolcon van hívásfogadó központ az országban. A Miskolci 112-nél mintegy 350-en dolgoznak, és bár nem cserélődnek gyakran az ott dolgozók, de mindig vannak újabb jelentkezők is. Az alapképzés után az operátorok még hetekig csak felügyelet mellett fogadhatnak hívásokat. Az iskolásoknak a honvédség, a katasztrófavédelem és a készenléti rendőrség is bemutatót tartott.
Nincs a mai fiatalokkal semmi baj, szeretnek olvasni, csak meg kell találni, hogy mi az, ami érdekli őket, hangzott el a megyei könyvtárban. A szakmai napon szó volt arról is, hogy a Z és alfa generációkhoz már nem ugyanazokkal a módszerekkel kell közelíteni, mint a korábbiakhoz, és a fiatalok olvasási szokásait is leginkább a család befolyásolja. Ők máshogy tanulnak, máshogy olvasnak, de ez nem jelenti azt, hogy rosszabb képességűek. Béres Judit a Z és alfa generációkról, vagyis 20-25 éves korig minden fiatalról beszélt. Az egyetemi docens szerint nagy tévedés azt gondolni, hogy őket ugyanúgy tudja megszólítani a könyvtár, mint a korábbi generációkat. Csak meg kell találni hozzájuk az utat, hogy mégis hogyan válnak elérhetővé. Ez az, ami nem annyira egyszerű. Nincs jól bevált recept, de vannak támpontok, amik mentén haladva egy könyvtáros könnyen megtalálhatja a közös hangot a mai fiatalokkal. Például olyan műfajok legyenek, ami a mai gyerekeket, fiatalokat vonzza. Tehát akár az irodalomban a fantasy, vagy a különböző fantáziavilágok felé vívő könyvek, ez kortárs gyerekirodalomban, magyarban is létező dolog. Vagy például, hogyha irodalmat viszünk közel, akkor az legyen korszerű, tehát akár slam poetry. Tehát, hogy valahogy próbáljunk korszerűbben, úgy, ami valószínűleg megszólítja őket, aztán hát szerintem a humor az mindig nyerő. Az olvasási szokásokat viszont elsősorban a család határozza meg. A második Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár dolgozói szerint Miskolcon nagyon lelkesek a szülők. Amikor még a gyerek bevonható a könyvtár és más élménybe, akkor rendkívül sokszor a szülők is maguk is lelkesek, és hozzák a könyvtárba. A gyerekeket elvarázsolja a könyvtári világ. Ott van már nagyobb probléma, amikor a tini korba lépnek, és akkor az nehéz kihívás, azt gondolom, a gyerek és iskolai könyvtárosoknak egyaránt. Az előadás és talál a gyermekkönyvtáros műhely szakmai napjának része volt, amit 2005 óta minden év végén megrendeznek. A negyedik elődöntőben mutatkoznak be a miskolciak, a felszállott a páva pénteki adásában a szimbavölgyi prücskök is színpadra állnak, a cél pedig nem más, mint a középdöntő, ahol már a nézők szavazataira is számítanak majd. Csodás táncokkal készülnek a prücskök az ország egyetlen népzenei és néptánc tehetségkutatójára. A felszállott a pávában szerepelnek pénteken a prücskök. Eddig nagyon feszült és izgalmas egy műsor, és mindenki nagyon-nagyon izgul a továbbiak miatt, és igen, nagyon feszült figyelem kell ahhoz, hogy tudjunk egyről a kettőre. A koncentráció és a technika minden próbán egyre jobb és jobb. A szimbavölgyi prücskök székelytáncokkal nyűgözik majd le a zsűrit és a televízió nézőket. A bukovinai székelyeknek a silladriát, az a sillatri három táncát fogjuk megjeleníteni a színpadon. Ez számunkra is egy új feladat volt, egy új kihívás, ezzel korábban mi még nem foglalkoztunk, de nagyon élvezetes volt számunkra is a tanulás. A gyerekek nagyon élvezik a próbákat és a műsorra járó felhajtást. Az izgalom egyre nagyobb, de az előadás is napról napra egyre profibb. A prücskök csütörtökön már Budapesten lesznek, sok a teendő az adás előtt, és sok barát is várja már őket a fővárosban. Az előkészületek azok már előző nap is folynak, tehát a próbák, fotózás, kisfilmkészítés, a stúdiumban kamerapróbák vannak, fénypróbák vannak, és találkoznak a többiekkel, és barátságok szövődnek, és ezek megmaradnak, hiszen egy másik fesztiválon már találkoznak, és akkor már barátként találkozik a két gyerek egymással. A táncegyüttes kategóriában 12 csapat mutatja meg a nézőknek tehetségét. A Kárpát-medence minden tájáról összejönnek a művészek a felszállott a pávára. A szimbavölgyi táncosai pénteken mutatkoznak be élőben a negyedik elődöntőben. A cél pedig nem más, mint a középdöntő. A hétvégétől itt a hideg, a jövő héten havazhat is. További részletek az időjárásról híradunk után. A minap.hu-n híradunkat visszanézhetik, és írhatnak is nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Híradóval holnap is várjuk Önöket.
Kollégáim nevében köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!